Üdvözlöm a kedves nézőket, a Lólépésben Sakkmagazin 2019. szeptemberi adásában vagyunk. Gunyec Zoltán műsorvezető vagyok, és abban a szerencsében van részünk, hogy a mai adásunk alkalmával is itt van Varga Péter, nemzetközi mester, ami szakmai nagymesterünk. Kedves nézők, az előző adásunkban beszámoltunk, hogy megyénk sakkozói milyen jelentősebb versenyeken vettek részt a nyáron, és megemlékeztünk arról, hogy Lékó Péter nemzetközi nagymester, magyar világklasszis pályafutása során milyen fontosabb eredményeket ért el. Nem tudtuk befejezni a listát, hiszen ennek a felolvasására egy nap is kevés volna. Mai napon csak annyit tegyünk hozzá, hogy Lékó Péter egyébként rapidsak világbajnok is volt. 2002 évben nem csupán a férfi sakkozók között, tehát a sakkozók között a világbajnok jelöltek versenyét nyerte meg, hanem emellett még kasszírozta a rapidsak világbajnoki címét is, ami azt mutatta, hogy a fiatal 23 éves nagymester a világ legjobbjai közé emelkedett, és igen gyors gondolkodású is, hogyha a rövidített gondolkodás idejű partiban világbajnok tudott lenni. Meg kell említeni őt, hogy bő egy évtizedig volt a top 10-es játékosok között, legjobb helyezései harmadik, illetve negyedik volt a világranglistán, amit nem sok magyar mondhatott el magáról, például Portis Lajos is volt harmadik a világranglistán, ha emlékezetem nem csal. Lékó Péter pályafutását elég nehéz szavakban méltatni, és én azt hiszem, hogy nem is vagyunk mi arra megfelelő kvalitású sakkozók, bár én inkább sakkszerető volnék, nem sakkozó, Péter a sakkozó. Én mégis megkérném Pétert, hogy mutasson be Lékó Péter alkotásaiból néhányat, ne csak szavakban tudjuk értékelni, hogy milyen világklasszis ő, hanem a partiaiban, azokban az alkotásokban, amelyek a sakkozás kincstárába már nagyon rég bevonultak és számon tartottak. Hát én nagyon nehéz, meg könnyű is volt egyben a választás, tehát két leghíresebb partiát szeretném, de még ezen kívül van nagyon sok, tehát én úgy gondolom, hogy tehát ahogy mondtam, nehéz a választás, de mégis a világbajnoki páros mérkőzésről a leghíresebb játszmát választottam, hogy bemutassam a nézőknek, és amit a Topalov ellen feketével karokan védelemben játszott, ott is szenzációs jó partiban verte szét Topalovot. Én ezt a kettőt választottam, de lehetett volna még másik tizet is, húszat is. Tehát nagyon-nagyon sok jó partia van Péternek. Az idő rövidsége miatt ezt a két partit szeretnénk bemutatni ma. Tehát világosan játszott Kramnyik, sötéttel volt Lékó Péter. Ugye a meglepetés kategóriába tartozik ez a spanyol, amit játszott Péter. Ugye addig ő nem nagyon játszotta, itt dobta be ezen a világbajnokságon. Előtte már lehet, hogy meglepetésként egyszer-kétszer játszotta, de itt szinte végig ezt a megnyitást játszotta Péterzen a világbajnokságon, amiben nem vesztett partit sem, tehát nagyon jól sikerült úgymond a felkészülés. E4-jel nyitott Kramnyik, E5-tel folytatta Péter, amire huszár F3 következett, huszár C6, ugye futó B5, ez az alapállás ugye a spanyolnak, E6 következett, futó A4, ugye huszár F6, sánc, futó E7, bástya E1, B5, futó B3, sánc, C3, és ugye D5-tel, ugye ez egy nagyon taktikus változat, ugye amit Marshall alkalmazott legelőször, tehát az ő nevével fémjelzi ezt a megnyitást, tehát ez a változat.
Marshallt egy ördögi sakkozónak tartották, egy amerikai nagymester volt Frank James Marshall, aki ezt a lépést, amikor ezt a rendszert, ezt a támadó rendszert, amikor megtalálta és kidolgozta, Capablanca világbajnok ellen szerette volna bevetni, be is tudta vetni, 2 évig titkolta ezt az újítását, és a világbajnokkal egy óriási partit vívott, amit később el is vesztett. 2 fő rendszere van ennek az úgynevezett Marshall támadásnak, most a javított változatot fogja majd Lékó Péter megjátszani, a C6-os rendszer, nem az eredeti Huszár F6 visszakozásost. Minden esetre Lékó Pétert nagyon sokan tartották egy száraz beton stílusú sakkozónak, és ez a part is ékes bizonysága annak, hogy ő mindig nyerésre játszott. Az egy dolog, hogy sokszor kiremizték, vagy döntetlenben oldódott fel a parti feszültsége, de Lékó Péter sosem volt az a sakkozó, aki nem vállalta a nyílt küzdelmet. Nézzük ugye az előző adásunkban bemutatott Kasparov világbajnok elleni partiját is. Ő vállalta, és ha döntetlen volt a parti vége, akkor döntetlen, de acélkeményen játszott, és nem félt az ilyen megítási változatoktól sem, mint a Marshall támadás, ami nem egy remisíbereknek való, hanem egy igazán komoly kockázatvállaló, kockázatot el nem kerülő rendszer. Bocsánat, Péter. Nagyon jó, igen, tehát ez hozzátartozik, hogy akkor volt nagyon-nagyon eredményes a Péter, amikor több kockázatot vállalt a játékában, a stílusában. Tehát és itt is ez is, ugye ez a megítás is azt jellemzi, hogy, és azt eredményezte, hogy ugye nyert is. És hát ez egy világra szóló győzelem volt. E-üti D5 következett, amire ugye Huszár üti D5, jött Huszár üti E5, leütötték az E5-öt, Huszár üti E5. Bástya üti E5, és Jannó Marsa Huszár F6-ot lépett, ahogy te is mondtad, és nyerve volt Capablanca ellen, de aztán rosszat lépett, és ugye elvesztette. Itt C6, ami a gyakoribb, és sokkal többen játsszák ezt. C6 következett, C6 után D4, futó D6, Bástya E1, vezér H4. Ez is annyira ki van már elemezve ez a változat, hogy hosszú-hosszú változatok 30-35-40 lépésig vannak, úgyhogy hát itt is sokáig volt, ugye kielemezve mindkét félnek, ugye amit nem mondtuk itt, azt kell tudni, hogy a számítógép sokkal jobbnak tartotta ezt fehérrel, és csak egy meghatározott idő után vált át arra, hogy mégsem állít jól fehér. Nem is pont ebben, hanem a kritikus állásban, amit majd, ahol majd szólunk. G3 következett, még ugye főváltozat, vezér H3, Bástya E4, G5, ugye Bástya H4 ellen, ezt nem lehet leütni, mert vezér F5 jönne, vezér F1 következett, vezér H5, ugye nem cserélünk vezért, Huszár D2, futó F5, F3. Ez egy nagyon jó lépés, ugye szívesen adná fehér vissza, ugye ha leütné a futóval, visszaütné gyaloggal, majd E5-tel visszazavarná a futót, a feketét, és Huszár E4 után gyönyörűen állna. Világos, ezt nem lehet leütni, Huszár F6 következett. Ez egy jó lépés volt, amire Bástya E1-gyel folytatta fehér, ugye vissza kellett most már vinni, amire következett Bástya arról E8-ra, ugye nyílt vonalat elfoglalta, Bástya üti E8. Bástya üti E8, következett, és A4-gyel, ugye nem játszó A1 Bástyát szeretné játékba hozni fehér, ugye A4 következett. Erre vezér G6, ez nagyon jó lépés, ugye futó D3-mal az F5 futót fogja játékba hozni fekete. Vezér G6, érkezett, amire A üti B5 jött, és futó D3 következett. És itt van a kritikus állás, amiről beszéltünk. Ugye itt számítógép azt írta, amit a Kramnyik is lépett, hogy vezér F2, és Bástya E2-re ugye leütne azt a Bástyát, de ugye itt mégis vezér D1 kellett volna, a futó E2, és akkor döntetlen lett volna. Persze akkor nem lett volna olyan világhírű ez a parti, úgyhogy azért kellett ennek így történnie, hogy ilyen gyönyörű partit láthassunk világbajnoki páros mérkőzésen is. De vezér F2 nem volt jó lépés, de ez következett.
Bástya E2 ugye azonnal érkezik a Bástya aktívan. Itt két lehetőség van, vagy azonnal ütni altra, vagy amit a Kramnik lépett, leütött E2-re, Bástya üti E2, vagy vezér üti E2, bocsánat, futó üti E2, és B üti A6. Futhatjuk az ágyalogot. Következett, ugye az szinte ugye védhetetlen, hogy abból vezér legyen. Úgyhogy itt viszont ugye fekete az egyetlen tervét, a vezér D3-at meglépte, ami ugye két felkiáltójel is egyben, tehát ez az, ami megnyeri a partit. És ugye itt vezér E3 sakk és futó üti F3 jött volna, még ha bemegy a vezér, akkor is, és ott nyerésig fokozza fekete a támadást. Király F2-vel próbálkozott fehér, ugye, hogy ezt kivédje. De itt gondolkodott el Kramnik több mint nem tudom néhány órát, tehát egy órát is talán. Itt érezte, hogy valami baj lehet, de már késő volt, úgyhogy király F2 érkezett, amire futó üti F3. Ugye nagyon jó lépés, E4-en helyett oda huszárnak, huszár üti F3, huszár E4 sakk, király E1 következett, amire huszár üti C3, tehát tovább folytatódik az áldozat. B üti C3, vezér üti C3, király F2, vezér üti A1, jött. Hát itt még futó üti G5, nagyobb esély, pici esély lett volna esetleg, hogyha hibázik fekete, ott is jobban áll természetesen, de A7 a következett a partiban. A7 után pedig H6-tal megvédte a G5 gyalogot, fekete H4-re, pedig G4 után fel is adta fehér. Úgyhogy a világbajnokot kiütötték egy lerohanó stílusú partiban. Nagyon-nagyon jó parti volt, és hát hihetetlen, hogy így meg lehet venni egy világbajnokot. Jó, ez a felkészülés, sok minden ugye a stábnak is köszönhető, de világhírű parti. Ilyen partit játszott Lékó Péter 25 évesen, és nagyon jól tudjuk, hogy fiatalon, még ifjúságiként is játszott már világbajnok jelöltekkel, korábbi és későbbi világbajnokokkal ilyen lemosásszerű partikat. Igen. Esetleg olyat mutatsz nekünk? Igen, a Topalov elleni lesz a következő parti, amit szeretnék bemutatni. Az is nagyon-nagyon híres parti, és hihetetlen, hogy feketével, hogy szét tudta verni a Topalovot, aki szintén arról volt híres, vagy arról híres, hogy fehérrel nagyon-nagyon kidolgozott változatai vannak, és nem nagyon szokott veszíteni partit fehérrel. Tehát világosra játszott Veszelin Topalov, és ugye sötéttel volt Lékó Péter, és a karokan védelem egyik népszerű változatát fogjuk látni. E4-jel kezdett nyitott világos, C6 következett, ugye D4, ugye folytatta Topalov, és D5 következett. Ugye itt főként három fő változat, de huszár C3, E5 és E-üti D5, tehát ez a három fő lépés van itt. Világossal E-üti D5-öt választotta a bolgár nagymester. C üti D5 következett, amire C4-jel ugye a Panov támadásban vagyunk. Huszár F6-tal folytatta fekete, huszár C3-mal ugye fejlődött, fehér is. Huszár C3 következett, huszár C6-tal fekete ismét fejlődött, ugye a két lovat kifejlesztette, amire futó G5 következett. Ez akkor egy olyan, akkor vált népszerűvé ez a változat, tehát ez a futó G5, és a D5 gyalog elleni nyomás a lényege. És futó G5-re egy meglepő, de nagyon jó lépést tett fekete, és akkor az teljesen ugye meglepő volt az a lépés. Tehát futó G5 érkezett, amire futó E6
jött, és akkor az nagyon-nagyon jó lépésnek számított, és egy kicsit olyan, persze az F8 sötét mezőn mozgó fekete futót ugye nehéz hova fejleszteni, ugye itt inkább E6-ot szoktak lépni, vagy E6-ot lépni az ember, de ugye itt majd G6 futó G7-tel szeretne esetleg fekete játszani, és ugye a D5 gyalognak a védelmét tűzte ki fekete, és volt egy másik terve, amit majd mindjárt látunk, ugye, hogy hosszúra akart elsáncolni, és úgy megtámadni a fehér haderőt. A3 következett, amire vezér D7 jött, ez egy nagyon jó, és azonnal ugye hosszú sánccal szeretne jönni, és a D4 gyalogra nyomás helyezni. Futó üti F6 következett, amire G üti F6 jött, ez jó lépés volt, és itt G3 az új lépése Topalovnak, az volt az újítása. Igazából C5-öt vagy B4-et kellett volna itt lépni, azt írták. B4 az egy bonyolult álláshoz vezetett volna, G3-mal ugye újítani szeretett volna fehér, de nem jött be. G3-ra következett. Tegyük hozzá, hogy azért logikusnak tűnik, hogy még a futót szájra fejlesztjük, és még egy futót, egy katalán futót bekapcsolunk a D5 pontért vívott küzdelembe. Igen. De hát addig Lékó sem Ludas Matyit olvasott. Igen, igen, igen. Itt futó G4 vagy hosszú sánc, nem is tudom pontosan mi jött. Hosszú sánc érkezett, ugye a D5-öt még mindig a királyt elvileg a biztonságba helyezi, futó G2-vel folytatta fehér ugye a fejlődést. Futó G4, nagyon jó lépés, ez az értelme, hogy azonnal ugye döntési kényszer elé F3, vagy huszár E2 következzen, huszár E2-re ugye le lehet ütni a C4-et, és az is a fekete már ott jobban áll. F3 következett, ugye, amire visszament a futó E6-ra, ugye most már fenyeget C4-re ütni megint, ezért C5-öt lépte. Ha F4 jött volna, akkor valószínűleg futó G4 következett volna, és ha vezér A4-e, akkor pedig E5-tel azonnal belerobbantott volna a centrumba. C5-tel lezárta ugye a centrumot, vagy szerette volna fehér lezárni a centrumot, és erre hát sok jó lépés volt, azt hiszem, hogy itt futó F5-tel folytatta fekete, aminek az az értelme, hogy azonnal E5-tel a centrumot ismételten felrobbantani. És most már a D gyalog nagyon jól futtatható. Igen. Következett ugye B4, hogy elinduljon fehér is, és erre következett ugye E5. Ez a legjobb lépés, ugye azonnal ugye a vezérszárnyi támadás ellen a legjobb ellenjáték, hogyha ugye a centrumban fogjuk a játékot, centrumban fogjuk a játékot terelni, és ugye felrobbantjuk a centrumot. Huszár GE2-vel folytatta fehér, amire vezér E6 következett, nagyon jó lépés volt, és ugye hát az a terv, hogy D4-re akart ütni fekete, ha B5 jönne, és akkor nem nagyon tud jól visszaütni fehér, következett D üti E5, amire ugye, ahogy mondtad, meglódul a D gyalog, és D4 következett, és innentől kezdve ugye nem nagyon van megállás, tehát nagyon-nagyon szétkapta itt feketével ezt a fehér haderőt. Ugye E1-en van a király, nincs ideje sáncolni fehérnek, és gyakorlatilag itt ugye elindult a D-gyalog. Huszár E4 következett, amire D3 érkezett, ugye újabb kényszerítő erejű lépés, huszár F4-gyel folytatta fehér, és D2 sakk, ismételten egy nagyon erős közbeiktatott lépés, és király F2-re pedig be is üthette volna az E5 gyalogot, az se lett volna rossz, de vezér C4 az megint nagyon gyilkos erejű lépés, és az, hát innentől kezdve szinte fel is adhatta fehér ezt az állást, vezér C4 következett, és erre következett futó H3, hogy legalább azt a futót lecserélje,
Erre következett futőüti H3, huszárüti H3, vezér D4 sakk. Nagyon jó közbeiktatás, király G2 következett, és erre jött huszárüti E5. És ugye itt a huszár C4-en és E3-on keresztül ugye megérkezik, tehát gyakorlatilag itt fekete teljesen nyerve van. Vezér B3-mal folytatta fehér, amire huszár C4 jött, ugye mondtuk. Bástya H-ról D1-re. Éppen most be is adhatná huszár E3 sakkot, de inkább F5-tel a jól álló E4 lovát el kimozdította abból a pozícióból. F5 megint nagyon jó lépés. Huszár G5-re ment ezzel a huszárral, amire bástya D7 is belefért, nem adta oda ugye az ellenességeket, az F7 gyalogot. F4 következett. Tehát úgy szeretne H6-ot húzni, hogy ne tudjon a ló előre menni. Igen. F4-jel kellett neki helyet adni. Futó G4 nagyon-nagyon, futó G7 nagyon erős lépés. Ugye a nagy átlóra rakta a futót. Szerintem most fenyeget huszár F3-ra, vezérütáj egy, bástyaütáj egy, futóütáj egy, és akkor fogja meg majd azt a gyalogot, ha igen, tudja. Igen. Úgyhogy erre most huszár F2-t lépte, hogy hozza legalább azt a lovat játékba, vezér D5, sakk következett, huszár F3, kivédte, futóüti A1, és bástyaüti A1-re, pedig bástya E8 után fel is adta fehér. Bástya E8 jött. Hát, hogyha huszár D1 következett volna, arra huszár E3 sakk jöhetett volna. Sakk is felfedett, tehát a vezér kell adni a huszárért, tehát. Igen, igen, és akkor ezzel megint, hogyha megnézzük, tehát Topalov szokott így játszani, nem pedig idézőjelben, hát őt szokták így megverni, hanem ő szokta így megverni az ellenfelét. De hát ugye erre szokták azt mondani, hogy akasztják a hóhért, hogy itt most hát gyakorlatilag esélyesen volt ebben a partiban a Topalovnak. Gyönyörű és nagyon jól vezetett parti volt ez is. Tegyük hozzá, kedves nézők, hogy Lékó Péterre parti idején 16,5 éves volt, tehát másodikos, harmadikos gimnazista lehetett volna, hogyha egyszerűen iskolai tanulmányokat folytat, és nem ilyen fiatalon már sok világklasszis, azaz a világ közvetlen élvonalába tartozó magyar szupernagymester. Kedves nézők, a világ legmagasabb színvonalú sakjáról térjünk vissza Magyarországra és a megyénk csapataira. Szeretném elmondani a kedves nézőknek, hogy szeptember végén, szeptember 22-én folytatódik az NB2-nek a küzdelmei. Megyénk három csapattal érintett az NB2 küzdelmeiben. A Tiszavasvári csapata fog játszani, a Nyíregyházi Egyetem csapata fog játszani. Az első fordulóban éppen Kazincz Balcikával fog megmérkőzni, és a harmadik, talán legerősebb csapatunk az NVSC, amelyik idén is a bajnokságnak a megnyerését tűzte ki célul, és ennek érdekében komoly erősítésekhez folyamodott. Az első fordulóban az NVSC erőnyerő lesz, 11 csapat indul az NB2 küzdelmeiben, és az első forduló, ebből fakadóan ugye egy-egy fordulóban egy-egy csapat mindig játék nélkül van, az első fordulóban épp az NVSC nem fog játszani, ezért szeptember 22-én a Tiszavasvárinak is, a Nyíregyházi Egyetemnek szurkoljunk, mindhárom csapatunk pedig a második fordulóban, október 13-án fog játszani. Az NB2 küzdelmeiről természetesen tudósítani fogjuk a kedves nézőket, és szeptember végén, októberben pedig fog indulni a megyei első osztályú csapatbajnokság is, a megyei másodosztályú csapatbajnokság pedig később majd a télen fog indulni, lezajlódni. Sajnos elfogyott a műsoridőnk, én őszintén remélem, hogy a kedves nézők kellően tudták értékelni a 2019. szeptember 8-án 40. születésnapját ünneplő Lékó Péter világklasszis magyar nagymestert, és kívánjunk ezúttal is boldog születésnapot, köszönjük a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!